Fogd meg! Húzd le! Antonio Carluccio vagyok. Mennyi. Az étel az életem. Ez egy szertartás. Igen. Igen, halleluja! Miért főzök ilyen jól? Gennaro Contaldo vagyok. Ez hihetetlen! Én is oda vagyok az ételekért. Évekig voltam Antonio jobb keze. Egy pillanat. Te főzöl? Nem, csak csomós volt. Oké. Mára már a legjobb barátom. Oh, Gennaro! Közel 50 éve nem élünk Olaszországban. Gyönyörű. Most visszajöttünk, hogy újra érezzük egykori hazánk ízeit. Ez a legfrissebb vaj. Visszatérésünk délre felidézi a gyermekkorunkat, és micsoda gyermekkorunk volt. Csodálatosan édesek. Vajon milyen a mai gyerekek élete Dél-Olaszországban? Gyerünk, Antonio! Vajon ugyanazt élvezik, mint mi fiatalkorunkban? Megkóstolod? Ott van egy. Hol? Ott, menj oda! Felfedező útra indultunk. De Gennaroval minden katasztrofálisan végződhet. Ne neves! Ne aggódjanak! Fantasztikus lesz, ha elég lesz az ennivalónk. Gyönyörű. Két éhes olasz. Calabria. Calabriában járunk, Olaszország legkevésbé iparosodott régiójában. A régi családi autónkkal utazunk. A Topolinót először apám térdén ülve vezettem. Íme az autód, ezt nézd! Teljesen új! Mindig is ilyet akartál. Remélem, ennyi elég lesz. Istenem, csodás! Emeld meg! Nehezebb férek el. Igen, sikerült. Utunkat a tengerparti üdülőhelyen, Tropiában kezdjük. Kérsz egy hagymát? Ez egy különleges fajta. Tropiából édes hagyma, amit úgy ehetünk, mint az almát. Gyerekkorunkban ez alapétel volt. Olyan ez, mint Angliában a vajas kenyér. Kenyér, hagyma és egy darabka provolone sajt. Az ókorban a görögök uralma alatt álló Calabria az olasz csizma orrán helyezkedik el. Az egész éves napsütésben a változatos tájon teremnek a mediterrán ételek legjobb hozzávalói. Szedd azt le nekem! Nem, az az enyém. Azt ott! Ezt? Oké. Okay. Húzd meg! Húzd meg! Húzd! Fantasztikus, fantasztikus! Miközben egy idegen kertben szedjük a datolyaszilvát, eszembe jut, hogy gyermekként a természet volt az édességboltunk. Szopogatod? Ezt nézd, ezt nézd. Look at this, look at this. Igen. Akkor is most is a gyümölcs élvezetes volt, főleg amit a fákról csortunk. Tudod, hogy csináltam? Fogtam egy falat kenyeret, főleg az volt a jó, ha még forró volt, egyenesen a pékségből. Leszedtem egy érettet, rányomtam és elkentem, mint a paradicsomot. Ez volt a pirítósom dzsemmel, vagy a lekváros kenyerem. Ezt hívtuk a szegény ember dzsemjének. Tudtam, hogy ez lesz a vége.
folytatjuk utunkat. Mivel két éhes olasz vagyunk, enni szeretnénk, de nem a szupermarketből. Az ételek iránti szenvedélyünk eredetéhez utazunk. Abba a világba, ami miatt Itáliába vágyunk. Hihetetlen, ilyet még sose láttam. Ezt nézd! Bármilyen öreg vagyok, ezeket látva teljesen elérzékenyülök és meghatódom. Igen. Én is. Igen. Ezt nézd! Igen, nézd az apró kenyereket. Kenyered dagaszt? Igen, a falusi kézműveseket juttatják eszembe. Nekem is. Pont ilyen volt az élet. Ezt nézd, oliva olajat készítenek az apró olajbogyókból. Ott sajtolják. Tudod az ott mit csinál? Igen, tudom. A szőlőt tapossa. Emlékszem, kisfiú koromban lábbal tapostuk a szőlőt a borhoz. Nézd, az meg megissza. Az vagy te. Hihetetlen. Ó, Antonio! És ez az egyik legfontosabb jelenet egy olasz faluból. Nézd! Ez a disznóvágás, amin én is segítettem. Ezt nézd! Igen, összegyűjtik a vért is. Abból készült a mennyei véres csoki puding. Rengeteg az emlékünk, de vajon létezik még a mi imádott világunk? Gyerekként mindig tudtuk, ha a szomszédban disznót vágtak. Az volt a Festa del Maiale. Úgy tűnik, ma sincs másképp. Mindenki összegyűlt a családnál, ahol nem sokára levágják a disznót. A mi időnkben mindenki tartott disznót, mert a húsa elég volt a családnak egész évre. A sertéstartás az olasz étkezési szokások alapja. De napjainkban a szülők nem hagyják, hogy a gyerekek lássák a disznóülést. Ez a 60 évvel ezelőtti időkre emlékeztet, amikor 14 éves lehettem, és disznóáldozatot mutattak be a család boldogulása érdekében. Nem tudom. Nézd. Te reszkedsz? Nem, azért nézek ki így, hogy tudjak segíteni. Igen. Úgy gondolom, ha a gyerekek nincsenek itt, nem tanulnak meg olyan fontos dolgokat, mint mi fiatalkorunkban. A fiúk számára a jelenlét a disznó leülésén a férfivá válás fontos állomása volt. Láttam, ahogy ez a disznó meghalt, és eszembe jutott, hogy apám, a nővérem, anyám egész évben gondoskodott az állatról, amit egy év múlva meg kellett ölniük. Anyám mellettem állt, és emlékszem, csak néztem, miért nem sír. Nem értettem, mi lehet vele. Később egyszer megkérdeztem, anya, szeretted azt az állatot? Miért nem sírtál? Azt mondta, fiam, nem az arcomon csorogtak a könnyeim, hanem ide bent a lelkemben. Látva anyám bátorságát, én is bátor akartam lenni. Hallottad? Azt mondta, tudom, hogy kell csinálni. A disznó halálát látva megtanultunk tisztelni minden egyes részét az állatnak. Készítettünk prosciuttót, pancettát, vagyis szalonnát, capicollót, sonkát, és szálciccsét, kolbászt. Akarod csinálni? Nem, nem, csak csináld. Biztos? Megyed neked. Tökéletesen csinálod. Nem akarsz... Majd nézlek. Egy hajvágást? A tüdőből készült a szegények levese, a farok és a fül a ragut ízesítette, a csülköt pedig lencsével főzték meg. A vért folyamatosan keverni kell, hogy ne csapódjon ki, mielőtt azt is felhasználják. Tudom, kicsit furán hangzik. Meghalt a szegény állat, de mindenki örül a lakomának.
Ezt az édességet ettem, amikor annyi idős voltam, mint ti. És annyi év után, igen, most elkészítem. Beleszórjuk a lisztet, a cukrot. Kakaópor. Igen? Gyerünk, kóstold meg a kakaóport. Gyerünk. Oké. Beleszórjuk. Igen. Tej. Disznóvér. Megkóstolod? Nem. Megkóstolod? Nem. Lassan keverjük. A srácok nem lelkesek, de ez volt a kedvenc csemegém gyerekkoromban. A vérben rengeteg hasznos anyag van. Fontos, hogy minden cseppjét felhasználjuk. Elmondom miért. Mert ez vér. Miért pazarolnánk el, hiszen ő is egy élőlény volt. Szeretnéd te keverni? Gyerünk, keverd. Még, keverd. Keverd. Még. Most te jössz. Gyerünk. Gyerünk. Forza. Amikor teljesen összekevertük, egyszerűen, és tovább keverjük. Nézzétek, milyen sűrű. Igen, én kezdem. Miért főzök ilyen jól? Elkészült a disznóvéres csoki puding. Igen. Questi qua niente ancora? La want me animo. È finito. Guarda, c'è la cassarola qua, guarda. Nagyon jó volt látni, hogy a gyerekeknek íz lett az én gyerekkori kedvencem. Fantasztikus! Azt mondta, megkóstoltam a sanguinaccit, és megkérem a nagymamámat, ő is mindig ilyet csináljon. Minden gyerek szeretne segíteni, nem lehet őket visszafogni. Ezt nézd, Gennaro. Igen, mit mondtál, Antonio? Tessék? Nem hallak jól. Tudom, hogy jól hallasz. Nem hallak. Tudod, mit látok? Mit látsz? Hogy ezek a gyerekek nem finnyások. Semmi rosszat nem találnak ebben, és ez fantasztikus. Minden gyerek szereti a kolbászkészítést. Oké, segítsetek egy kicsit. Oké. Nagyon erős vagy. Ennyi elég volt. Te mit csinálsz? Szemes borsot örlök, hogy kijöjjön az íze. A hagyományos kalábriai kolbászban nagyon sok a fűszer, mint a peperoncino chili, a fekete bors és az édes köménymag. Sokat tegyünk bele? Bors és chili. És chili. A kolbász kicsit csípős az én ízlésemnek, de jó volt látni a gyerekeket, ahogy a hússal dolgoztak. Kész? Na hát. Orcottó. Sertéshúsos árpagyöny spenóttal. A kolbászkészítés után semmi sem maradt a húsból. Csak ez a kevés. Ez lenne a hús? Igen. Ennyit hagytak a gyerekek. Időz belőle egy levest, arra talán elég lesz. Nem. Pedig jó lenne. Nem, inkább orzottót készítek. Aha. Mindössze 150 g darált hús kell hozzá. Ez olyan, mint a darált húsos risotto. Csak rizs helyett a csodás árpa gyöngyel készítjük.
Egy kis fejhagyma. Aprítva. Igen, finomra. Igen. Csodás olívaolaj. Imádom az extra szűz olívaolajat. Nagyon jó minőségű a kalabriai olívaolaj. Igen. Sokat termelnek, de keveset exportálnak. Csodás ez a hang. Igen. Megpirítjuk a hagymát. Megfonnyasztjuk. Tudod, mi a különbség a fonnyasztás és a pirítás között? Amikor futunk, akkor a mozgástól megizzadunk. A pirítás az, amikor kiállunk a napra, és olyan pirosak leszünk, mint egy piros paprika. Most jöhet a darált sertéshús. Igen, lassan beletesszük. Most jön a hús pirítása. Alaposan megpirítjuk. És kicsit meg is pároljuk. Igen, egy kicsit. És utána jöhet a csodás árpagyöngy. Az árpagyöngy egy szuper táplálék. Rengeteg benne a B-vitamin, a vas és a cink. Még egy kicsit. Gyermekkorunkban nem voltak táplálékkiegészítők, hanem ilyen ételeket ettünk. Folyamatosan keverjük, és ha elég forró, meglocsoljuk egy kis borral. Jöhet a kis bor. Igen, csodás. Ez itt a csodás forró alaplé. Igen. Lehet zöldségleves vagy marhahúsleves is. Lassan adagoljuk a forró levest, és folyton keverjük. Amint elpárolog a leves, újra felöntjük, és így főzzük durván 25-30 percig. Keverni kell folyamatosan. Keverni, keverni egyfolytában, nehogy leégjen az alja. Kell még egy kis penót is. Igen. Ropogós. Ennyi elég lesz kettőnknek? Igen. Oké. Nem vágjuk vékonyra, mert akkor teljesen eltűnne az ételben. Még pár perc. Ezen a ponton beletesszük a spenótot. Megkeverjük. Ez a macska rád emlékeztet, Gennaro. Ezt hogy érted? Kövér. Néztél már magadra? Én már lefogytam. Igen, mikor? Egy keveset. Ne felejtsük. A főzéshez használt bor olyan legyen, amit meginnának. Nincs olyan, hogy főzőbor. Ha jó bort használunk, jó lesz. Igen? Az étel. Olívaolaj. Ettől krémesebb lesz. Csodás az illata. Nézd, egyre krémesebb. Az olaj minden egyes árpagyöngy szemet bevon. Emulzió lesz. Igen, mint egy emulzió. Jól néz ki, és még nincs rajta sajt. Nincs benne sajt. Jól néz ki. Pompás. Megszórjuk még petrezselyemmel. Tessék. Fantasztikus az íze. Ne mondj többet! Készítsék el ezt a finomságot a gyerekeknek is. Nekik is ízlik majd, mint Antóniónak. Látva a gyerekeket a sertés feldolgozásánál, arra gondoltam, csodás, hogy a fiatalok ma is ugyanonnan indulnak a siker útjára, mint mi. Örömmel vártam, hogy barátainkhoz csatlakozzunk egy hagyományos déli keresztelőn. Salvatore és felesége, Katarina első gyermekük, Gregorio keresztelőjét ünneplik. Gyönyörű. 3 hónapos. Testvérek, unokatestvérek, nénikék, bácsikák gyűltek össze az ország és a világ minden tájáról erre a napra. Buongiorno a tutti! Il cuoco è arrivato, Gumone! Mint korábban is, minden keresztelő a nap különleges sütemény sütésével kezdődik.
Mintha csak magamat látnám gyerekkoromban. A kisfiúban látom a gyerekkori önmagamat, ahogy segítek a családnak. Szinte látom anyámat, ahogy a halat süti, és bejön a nővérem, és beszélgetnek mindenféléről. Ez az én életem. Libabőrös lettem. Micsoda öröm ez. Látod, milyen ügyes? Igen. Mint én. A neve Gregorio. De lehetne akár a kis Gennarino is. Gyerekkoromban a barátaimmal alig vártuk a keresztelőket, hogy megtölthessük a zsebünket a finom, meleg süteménnyel. Gregorio, dimmi una cosa. Cosa ti piace di più, a fare questo? O perché o vuoi giocare sul computer, o poi vuoi guardare la televisione? Cosa piace? Megkérdeztem, mit szeret csinálni. Számítógépezni, tévét nézni, vagy segíteni anyunak a konyhában. Azt felelte, ezt szereti a legjobban. Tetszik a fülbevalom? Felelevenedik bennem az ünnepnapok öröme. Anyám és a nénikém kiöltöztek, és az egész család összegyűlt. Nekem és a nővéreimnek az volt a családi összejövetelek fénypontja, amikor leültünk az asztal köré enni. Tudod, itt nincs semmi külön gyerekkaja. A régi időkben nem volt gyerekkaja. A gyerekek ugyanazt ették, mint a felnőttek. Még a csilit is? Meg kellett szokniuk, mert ez volt, és ez egészséges és finom is, Gennaro. Ettől a látványtól megdobban a szívem. Az enyém is. Emeljük poharunkat. Már kezdtem elhinni, hogy a gyerekek ugyanúgy kezdik, mint mi. De megtudtam, hogy egyáltalán nem olyan lesz az életük. A bátyámmal gyerekkorunkban minden nap buli volt. Buli volt, igen. Az embereket nem érdekelte a pénz. Igen. A gyerekvállalásnál. Nem. Most viszont... Most, ha tanítatni szeretnétek, és mindent megadni nekik, nagyon meg kell gondolni, vállaltok egy gyereket. Számomra felfoghatatlan, hogy a nagy család, ami a dél-olasz életre jellemző volt, már csak emlék. Minden negyedik gyerek testvérek nélkül nő fel. Csendesek a házak. Ó, milyen érzés, hogy csak egy gyereket neveltek. Szomorú. Szomorú, nagyon szomorú. Hű, de nehéz vagy. Szomorú tény, hogy Olaszországban a második legkisebb a születések száma a nyugati világországaiban. Mivel kevés gyermek születik, a keresztelő is ritka esemény lett. Úgy tűnik, Nicotera Marina teljes lakossága megjelent a kis Gregorio üdvözlésére a hívők között. Szűz Mária is figyelemmel kísérte az eseményt. Per i suoi genitori, il padrino e la madrina e per tutti i battezzati. Van egy olasz kifejezés, a bambinone, vagyis olyan kisgyerek, akinek olyan jó a dolga, hogy sosem nő fel. És mit csinálnak a kisbabák? Egyfolytában alszanak. Viszont még Antonio anyukája sem melegítette fel a szentelt vizet. Hai fatto scaturire in noi la nuova vita dei figli e dello Spirito Santo. Oh.
A kis Gregorio keresztelője véletlenül egybeesett a szeplőtlen fogantatás ünnepével, amikor a katolikusok arra emlékeznek, hogy Szűz Mária is bűn nélkül fogant. Anyám azt mondaná, hogy Jézus is olasz volt, mert az anyja a fiát Istennek hitte, és a fiú az anyját Szűznek. Ez az olasz szervezett káosz. A szeplőtelen fogantatás ünnepe alkalmából Szűz Mária szobrát a tengerpartra viszik a szűk utcákon. Úgy tartják, hogy évszázadokkal ezelőtt csoda történt, itt vetődött a partra, és a helyi halászok megmentették. Szűz Mária látványától még a felnőtt férfiak is gyerekké válnak. Természetesen a hívő Gennaro is gyerekké válik Szűz Mária jelenlétében. Pompásan nézel ki, igen. A szűzanya iránti érzésüket kifejezendő, a helyi férfiak küzdenek a lehetőségért, hogy a nehéz szobrot a hullámok fölött tarthassák. De ki fogja a jövőben vinni a szobrot? Ez nem a bambinónéknak való munka. Ide férfiak kellenek. Részese akartam lenni. Nem érdekelt, hogy vizes lettem, mert jó érzés volt. Fantasztikus érzés. Még a nap is felragyogott Szűz Mária üdvözlésére. Viva Maria! Tudjátok, mit mondott a hölgy? Azt mondta, ez Szűz Mária áldása. Lehet, hogy így van. Úgy tűnik, hogy a szűzanya csak arra az időre hozta meg a napsütést, míg odakint volt. Amikor a halászok visszavitték a templom biztonságába, az időjárás rosszra fordult. Itt hagytak. Fázom, megáztam, és Antóniót keresem. Antónió! Édes vagy. Muszáj lefényképezni. Nagyon édes vagy. Mi történt? Elhagytad az egyik zoknidat? Még ez is csuromvizes. Látod? Fantasztikus, gyönyörű. Zuppa di pesce, halleves. Tudom, mire van szüksége az én barátomnak. Főzök neki egy jó hallevest, a zuppa di pescét. Ezt az ételt neked főzöm, és mindazoknak, akik cipelték a Szűz Máriát. A hagyományos hallevesben mindig legalább 5 különböző halfélét főzök. Van itt rák, ördöghal, tengeri süllő, és egy jó adag fésűkagyló. Felvágnád a hagymát? Igen. Fantasztikus vagy, neked készül, de meg kell érte dolgoznod. De előbb el kell készítenünk az alapot a szokásos hagymából és fokhagymából, természetesen összezúzva. És egy egész chili. Igen. Vágd össze a magjával együtt, mert az az esszenciája a chilinek. Mindenki kikaparja, de nem tudom, mi értelme. Tedd bele! Sokan azt mondják, ne használjuk pirításhoz az extra szűz olívaolajat, de fantasztikus ilyen ételekhez. Most egy kis édeskövény, amitől különösen ízletes lesz. Ezután felöntjük egy nagy pohár vörös borral, majd 2 doboz konzervparadicsommal és fél liternyi vízzel. És a legfontosabb hozzávaló, ami a halleves alap elengedhetetlen összetevője, egy vörös skorpióhal. Ezt nézd, Antonio. Látod? A vörös skorpióhal a tengerfenekén él, ezért nagyon ízletes. Csodás ez a hal. De legyünk nagyon óvatosak a hátúszóival, mert a szúrásuk igen fájdalmas lehet.
Egy kis petrezselyem. Köszönöm. Ezt addig kell főzni, míg a halhús leomlik a csontokról. Közben csinálhatunk valami mást, Gennaro. A hal 15 perc alatt megízesíti az alat. Addig nyugodtan kártyázhatunk. Jokert? Hihetetlen, hogy tudsz csalni a kártyában. Ez tökéletes. Igen. Az alap magába szívta az ízeket, és a hal is megfőtt. Így né. Lefejtenéd az összes halhúst? Mindet? Igen. Mindig én kapom az ilyen feladatokat. Később ezt a húst is a levesbe tesszük. Na nézzük ezt is. Igen, ez a fejrésze, ami a legfinomabb. Nagyon jó az ízlésed. Köszönöm. Ez a legjobb része? Igen, ez az. Ideje a levesbe tenni a többi halat is. Először azt, aminek a legtöbb főzési idő kell. Először a feldarabolt ördöghalfilét. Szólt. Sózzuk és borsozzuk. Jó az íze? Ez a csodás tengeri süllő. Most jönnek a rákok. Kell még egy kis só. Csodás. Most következik a vörös skorpióval húsa, és végül a fésűkagyló, aminek a legrövidebb a főzési ideje. És még egy alapvető olasz hozzávaló. A leves előtt mindegyik tálba teszünk olívaolajjal meglocsolt krosztínit. Csodás ez a leves. Ezt nézd. Milyen sűrű. És az illata. Nagyon jónak tűnik. Szagold meg. Bon appetito. Bon appetito. Éhes vagyok. Farkas éhes. Igen. Fantasztikus ez a leves. És a pirítós is alul. Mennyei. Az olaszok számára a leves tocsogós kenyér nélkül olyan, mint a lágy tojás pirítós nélkül. Mint a többi 60 millió külföldön élő olasz, akik legtöbben a szegényebb déli régiókból vándoroltak ki, például Calabriából. Milyen friss a levegő? Amikor hazatérünk, a gyökereinket kutatjuk. Hihetetlen. És próbáljuk megtalálni a gyerekkori emlékeket. Az apám állomásőnök volt, és valami hasonlón játszottam, mint ez. Anyám bosszúságára mindig széntől feketén mentem haza. Maradj ott! Ne mozdulj! Oda vezetem a vonatot! Látsz engem? Imádom, hogy ilyen bolond vagy. Fantasztikus. Köszönöm. Utánoznád a vonat zaját? Volt egy élelmiszer szállító vonat, ami minden nap elhaladt az állomásnál, ahol apám volt az állomásfőnök. Minden nap elhozott egy csomagot, amit anyám készített. Ez volt az ebédem az iskolában, ami 11 kilométerre volt tőlünk. Minden nap? Igen. Benne volt a késem, a kisvillám, a szalvétám. Általában valamilyen leves volt, vagy tészta egy kis darab hússal, vagy hallal. Mindig volt még egy darabka sajt, kenyér és narancs is. Ezt sosem felejtem el. Minden nap meleget ettél. Igen. És amikor megérkezett, én voltam a legboldogabb fiú a világon. Apám textilkereskedő volt. Nem hozott minden nap ebédet az iskolába. Viszont finom, egészséges ebéd volt a suliban.
Annyira szerettem az iskolai ebédet, hogy alig vártam, hogy megtudjam, mit adnak mostanság az iskolákban. Sokkot kaptam. Nem, nincs iskolai ebéd. Miért nincs iskolai ebéd? Nincs iskolai étkező. Mert az anyák és a nagymamák szívesebben főznek otthon a gyerekeknek. És hazamehetnek? Hazamennek ebédelni. Jó azoknak, akiknek főz otthon az anyukája, de mi van azokkal, akiknek nem? Szerintem nagyon sok gyerek rosszul táplálkozik a tanulóink közül. Itt Calabriában? Sok közöttük az elhízott. Tessék? Akik nem kapnak ebédet, nem választhatnak maguknak egészséges táplálékot. Sajnos néhány anya nem ér rá, ezért inkább ad egy kis zseppénzt. Ez itt a gond. Na ne. Ez itt a gond. Ez egy horror. Itt ez az automata. Ide jönnek a diákok valami harapnivalóért. De ezek a szeletek egyáltalán nem megfelelőek. Én ilyet sosem engedtem a gyerekeimnek enni. Négyszáz kalória? Ugyan már! Nem kell találgatni, miért híznak el a gyerekek. Igen. Nagyon jól emlékszem, hogy amikor te és én iskolába jártunk, mindig volt, aki főzzön. Gennaro, az 50 éve volt, ugyan már? Minden megváltozott. Igen, de a gyerekek azok gyerekek. Igen, igaza van. Olaszországban törődünk a gyerekekkel. Igen. Tudod, Antonio, nagyon dühös vagyok. Mérges vagyok. Hogy lehet egy iskolában ilyen automata? Nagyon bosszantó. Egyszerűen... Nyugodj meg, kérlek, nyugodj meg. Képtelen vagyok. Mégiscsak gyerekekről van szó. Sajnos ez is jellemző a világra, hogy mindent le kell másolni, ami Amerikából indul. Nekem sem tetszik, hogy a honfitársaim elfelejtik azt, amit mi tanítottunk a világnak, vagyis milyen egészséges az értékes ételek fogyasztása. Hihetetlen, és ez egy kórház. Az 50-es években amerikai tudósok jöttek Nicotérába, hogy tanulmányozzák, miért itt élnek a világ legegészségesebb emberei. Észrevették, hogy nálunk a legkevesebb a szív- és érrendszeri betegség. Az eredményekből rájöttek, hogy ez a mediterrán étkezés hatása. Jelenleg az itt élő gyerekek több mint harmada 8 éves korára kórosan elhízott. Nem értem. Az ő korukban olyan voltam, mint egy seprűnyél. Lehet, hogy akkoriban sovány volt, de most egyértelmű, hogy Gennaronak is van problémája. Elintéztem neki egy orvosi kivizsgálást. Gennaro Contaldo. Téged kéne megvizsgáltatni, Antonio. Nem, én jól vagyok. Biztos? Minden megfelel a magasságomnak és az alkatomnak. Minden tökéletes. Megmutatom, milyen fit vagyok. Maradj csak ott. Ezt nézd, ezt nézd. Te figyelj! Ezt itt? Ez nem az. Inkább ezt nézd. Ez semmi, ezt nézd. Ez izom. Ez is. Átvágtak. Bebizonyítom, hogy nincs igaza Antoniónak. Végigcsinálom a teljes körű kivizsgálást. Közben fontos kérdéseket teszek fel az orvosnak. Miért van problémájuk a gyerekeknek itt, Dél-Olaszországban, ahol bizonyítottan hagyománya van a helyes táplálkozásnak? A gyerekek magányosak. Korábban óriási családokban éltek, és nem volt tévé. A gyerekek állandóan mozogtak, és nem a tévé, a videójátékok és a társaik előtt ültek. Manapság a tévé az elhízott gyerekek társa.
Nagyon elszomorító, amit a doktornő mondott. Sírni tudnék, ha belegondolok, hogy az olasz egyszem gyerekek egyedül lesznek a tévé előtt. Milyen reményük van a sikeres életre? Hogy lesz belőlük életerős ember? Beszélnem kell Gennaroval, de neki is van miért aggódnia. Ön elhízott. Ezt nem hiszem el. Tehát le kell adnom 15, majdnem 20 kilót. Igen. Nem elég csak 10-et? Vard be az igazságot. Oké. Mi történt? Semmi. Minden fantasztikus és jó. Minden fantasztikus? Igen, nézd rám. Éhes vagyok. Menjünk enni. Én most nem is vagyok annyira éhes. Nem? Esetleg eszem egy keveset, egy kis gyümölcsöt. Egy narancs jó lesne. Szerinted bemászhatok, hogy kölcsön vegyek pár narancsot és mandarint? Nem nagyon ajánlanám. Miért? Mert lelőhetnek. Valami könnyű ebédre vadászunk. Ó, szedek néhány szemet. Rendben. Megkönnyebbülve láttam, hogy Gennaro étvágya a régi. Tessék, fogd meg. Egy pillanat. Láttam még egy érettet. Finom érettek, csodás. Köszönöm. Ha úgy gondolják, hogy fogyókúrázik, várják ki a végét. Meglátják, mit főz Gennaro. Narancsos rizs felfújt. Narancsos rizs felfújt. Itt mindenhol narancsterem. Hihetetlen. Tej. A tejet felforraljuk, így van? Igen, majdnem 2 litert. És ez 200 gram cukor. Igen. Csodás. Úramisten, szagold meg. Belehámozzuk a héját. Így az illó olajok megízesítik a tejet. Nem fogyókúrás, viszont igazi ehető étel. Teszek még egy kicsit. Imádom a citromot. Egy vaníliarúd. Fontos, hogy friss vaníliarúdat használjunk. Semmi gondom a vanília aromával, de az túl műanyag. Igaz, a vaníliarúd viszont kicsit drága, de teljesen más az ízhatás. Hosszában végig átvágjuk. Igen? Mert a benne lévő magok, azok kellenek nekünk. Igen, a magocskák. Ezt nézd. Nézd, nézd. Gyönyörű. Beletesszük. Hagyjuk kicsit úszkálni. Megkeverhetem? Most kicsit várunk. Igen? Amíg felforr a tej. Tökéletes együtt a citrom és a cukros tej íze. Látod? Már majdnem forr. Igen. 300 gram rizs. Ez milyen fajta rizs? Risotto rizs, mert szeretném, ha al dente maradna. Keverd meg. 45 percig főzzük, amíg a rizs magába szívja a citrom és a tej mennyei ízét. Antonio, szerinted a mai gyerekek nem esznek túl kevés gyümölcsöt? Sajnos így igaz. Emlékszem, amint elkezdtek érni a gyümölcsök, megszálltuk a fákat. Igen. A tetejéig felmásztunk. Sok gyümölcsöt vettünk kölcsön. Igen. Ilyenkor a cipőnket a fa alatt hagytuk. Egyszer megtörtént, hogy jött tulajdonos és elvitte a cipőnket. Ez jó. Amíg a főtrizs hűlt, kerestünk 2 finom lédús narancsot. A kölcsönkérés a vérünkben van, de manapság már engedélyt kérünk a tulajdonostól. Keressük meg az összes citromhéjat. Amikor a rizs kihűlt, kivesszük a citromhéjakat. És szétválasztunk 5 friss tojást. Sűrű habot kérek a fehérjéből. Gyorsabban! A tojás fehérjéket felverjük.
a sárgájához adjunk 2 evőkanál narancslikőrt. Legyen 3. Ezután a narancsos tojás sárgáját keverjük a rizshez. Egy narancshéját reszeljünk bele. Csodás ez az illat. Ezt nézd, Gennaro, pont ilyennek kell lennie. Igen, kész. Beleszórunk egy szűk maroknyi mazsolát. Köszönöm. És most jön a csoda. Most a rizses keverékbe forgatjuk a tojásfehérjét, amitől nagyon levegős lesz. Könnyed? Könnyed! Óvatosan forgatjuk. Lassan. Lassan. Másképp kárba megy a munkám. Igen. Igen, lassan. Ez csodás. Ezután a keveréket egy előkészített torta formába öntjük, és 180 fokos sütőben 1 óráig sütjük. Nagyon jól néz ki. Tökéletes. Semmit sem hagyunk benne. A rizsfelfújtat friss narancssal akartam tálalni, de sajnos egy mohó olasz nem bírt várni. Nagyon finom. Egy órával később. Fantasztikus. Ezt levesszük. Csodásan néz ki. Igen, egy kis porcukor. Pompás. Micsoda páros. Oda is. Olyan, mint egy ékkő. Ez egy igazi ékkő. Nagyon jól sikerült. Jól néz ki. Csodás benne a rizs. Igen. Ha a gyerekeik nem szeretik a gyümölcsöt, készítsék el nekik ezt, és megkedvelik a friss narancs ízét. Nagyon finom. Ízlik. Tudod, kezdesz egyre jobban főzni. Már majdnem feladtuk a jövőbe vetett reményünket, amikor a mezőgazdasági minisztériumból hírt kaptunk egy helyi aktivistáról. Ott él, ahol Krisztus előtt 500 évvel Pitagórasz, a filozófus iskolát alapított. Pitagórasz írta az első szakácskönyvet, amiben javasolja a zöldségek és gyümölcsök fogyasztását. Ő egy nagyon fontos személyiség. Azért jöttünk, hogy tisztelegjünk az új Pitagórasz előtt. Joshua, 12 éves Joshua elismerést kapott könyvéért, melyben hagyományos falatok receptjeit írta össze. Végre valaki neked is tanít valamit. Igen, Joshua megtanítja a receptjét. Joshua, cosa devo fare adesso? Intanto tagli la cipolla, aiutami perché non sono tanto bravo io. Aha, hallottad, mit mondott? Vágjam fel a hagymát, mert az nem megy olyan jól neki. Tudod, én is ismerek valakit, akinek ez nem nagyon megy. Rendben. Quattro pezzi, ok. Igen. Így? Vai, dai. Így? Sì, va bene così? Sì. Sicuro? Sì. Ancora? Sì. Si deve avere prima la buccia. Sì, allora mettiamo questo qua. Első alkalom, hogy egy kisfiú... Téged tanít. Igen, de ez tetszik. Tudod, valamit én is tanulok. Biztos vagyok benne. Joshua megmutatja, hogy kell elkészíteni a kedvencét, a padlizsán ropogóst. Csinálok én is valamit. Igen, nagyon köszönjük. Sok szerencsét. Nagyon köszönöm. Tanulj valamit a fiatalembertől. Meg lesz. Nem ártana. Ha megtanít valamit, én is megtanítalak. Rendben. Rendben, így jó lesz. 2. 2. 3.
Három. Négy. És kész. Ó, még több kell, rendben. Olyan, mintha a kuktája lennék. Így jó lesz. Gyorsabb leszek nála. Gyorsabb. Gennarót Joshuára bíztam, amíg az anyukájával és a nagymamájával beszélgetett. Kitüntették. A mezőgazdasági minisztertől kapott egy kitüntetést. Büszkék lehetnek Joshuára. Nagyon büszkék vagyunk. És ön főz? Ön egy szakember? Egy kicsit. Összetudok ezt-azt dobni. De dolgozom. Ezért édesanyám besegít. A lábasban van a főtt padlizsán. Köszönöm. Jöhet a zsemlemorzsa. Segíthetek? Igen. Egy kis parmezán sajt. Ez gyakori, hogy az édesanya dolgozik, és a nagymama gondoskodik a gyerekekről? Igen. Főleg Dél-Olaszországban gyakori az ilyen. Olaszországban nagyon fontosak a nagyik. Gyakorlatilag ők a családok lelkei. Reménnyel tölt el, hogy a dolgozó anyákkal és az egykékkel eljött ismét a nagyik ideje, mert ez egyben azt is jelenti, hogy a nagyi főztjét megismeri az új generáció is. Ez az első alkalom, hogy egy kisfiú mutatja meg, hogy kell főzni. Élvezem. Nagyon helyes fiú. Képzeljék el, hogy az összes ilyenkorú fiú is képes erre. Egész életében jókat eszik majd. És továbbadják a generációk, hogy kell helyesen táplálkozni. Az Isten is úgy akarja, hogy a hagyományos olasz ételek helyét ne vegyék át az automaták. Erről gondoskodnak a nagyik, és az olyan fiú, mint Joshua. Buona! Köszönöm, de buonissimo. Fantasztikus! Nézzük, mit alkotott a két séf. Na, ízlik neki, pacsit. Igen, megcsináltuk. Tudod, mintha téged látnálak... Igen. 11 éves korodban, ahogy osztotta az utasításokat. Igen. Kérem ezt, kérem azt, sűsd meg azt. Ebbe beírhatod a recepteket. Nem csak én bátorítom. Ó. Joshua kitüntetése része volt egy országos kezdeményezésnek, hogy ismét felfedezzék a hagyományos olasz étkezési szokásokat. Ha majd ezt a receptet írod le, említsd meg, hogy Gennaro Contaldo segített, Antonio Carluccio kóstolta. Muszáj, hogy megcsókoljalak, Joshua. Olasz módra. Nagyon örültem, hogy megismertem Joshuát, de egy dolog továbbra is aggaszt. Az, hogy felnőttek veszik körül. Azt kívánom, hogy sok gyerek vegye körül a családban, mint a mi időnkben. Dietro Antonio, gesto regia, sinistra, il gatto, it's the cat. C'est lovely cat. Szép macska. Destra. Wow. Buongiorno. Serra Stretta városában él egy okos pap, aki osztja aggodalmunkat a magányosan felnövekvő gyerekek miatt. Az apja pék volt, ezért épített egy kemencét a templom mellett. Most a gyerekek ide járnak, hogy együtt süssenek kenyeret. Ismerem ezt a receptet, még egy kis liszt, még egy kis víz, aztán megint egy kis liszt. És most egy kis só. Ez hihetetlen. Se non c'è una famiglia, se non c'è una comunità,
Család és közösség nélkül a gyerekeink egy virtuális világban nőnek fel. Megbetegíti őket a nagy magány és a depresszió. Életre tanítjuk a gyerekeket. Gyakorlatilag ez pontosan az, amire a világ összes gyerekének szüksége van. Szórakoztató, játékos módon ismerik meg az ételeket. Nagyon jó ezt látni. Nézd, hogy vigyorog! Az élet egyszerű dolgokból áll. Föld, ház, kemence, tűz, nagyszülők. Borzalmas gazdasági válságban élünk, és meggyőződésem, hogy az embereknek újra meg kell találni a családok helyét a gazdaságban. Szerintem nagyon fontos, hogy a válság idején visszatérjünk a földhöz és az élethez. Optimista a válsággal kapcsolatban? Persze, nagyon optimista vagyok. Az itt látottak engem is optimizmussal töltenek el. A gyerekek életerősek, gyönyörűek, egészségesek és vidámak. Gyerünk, Antonio! És egyik sem látszott túlsúlyosnak. És a kör bezárult. Ott vagyunk, ahol elkezdtük, és ismét úgy tűnik, az olaszok jól csinálják. Nézd, mennyi gyerek! Ez a siker titka. Ők a jövő! Főzhetünk jól. Csinálhatunk fantasztikus dolgokat. Ez egy csodás ország. De tudod, mi a legjobb recept az olaszoknak? Szüljenek fantasztikus gyerekeket. De nem szülnek eleget, és nem főznek eleget. Igen. Többet kellene. Ez a generáció. Miattuk kell több gyereknek születnie. Én tegyek ezért? Nem kell, itt vagyok én. Na, menjünk. Te? Igen, gyere, menjünk. Tudod, gyere, ha nem ismernélek, legközelebb... Végre itt a tenger. Gyönyörű. Ellátogatunk az olasz riviérára. Bellissima. Utakács. Micsoda fogás. És megnézzük, tudják-e még az olaszok, hogy mutassák legjobb oldalukat. Az olajuk ilyen. Az angolok ronyrázásnak mondják, mi úgy hívjuk, bella figura. És természetesen sok finomságot is eszünk. Tessék a borod. A poharad. Köszönöm. Közreműködött Szersény Gyula, Galbenisz Tomasz. Munkatársak Jászberényi Ilona, Subkégel Sándor, Kovács Marian, Hirt Ildikó. A magyar változatot a TV Paprika megbízásából a Masterfilm Digital készítette.